Saját néhány napja teljesen átrendezett műhelyében fogadta stábunkat Steixner István bőrműves mester. A művész teljesen a munkának, pontosabban az alkotásnak szentelte a 2023-as esztendejét. Sok megrendelő kereste fel az ünnepi időszakban, s persze azelőtt is. Nem is nagyon akadt ideje másra, mint az egyedi, kézzel készült darabok elkészítésére. Persze ő maga ezt nem is bánja, hiszen több mint 60 országban viselnek, használnak egy-egy Steixner terméket, de közel 30 éves pályafutása itt még közel sem ért véget. Az esti órákban pedig, amikor már úgymond elcsendesült az a rengeteg napi 40-50-60 telefon, e-mail, SMS, mindenféle, akkor valóban jobban egy kicsit úgymond az örömalkotásnak tudok szentelni időt, ami ez lehet nyilván fizikálisan egy vésés, amikor már ugye a készítés folyamatában van, de nem ritka az, hogy mondjuk jön egy ötlet, és akkor vadul tervezek órákon keresztül, sokszor heti kétszer mondjuk hajnali egyik, kettőig, és a drága feleségem mondja, hogy kincsem, most már letehetnéd a lantot, és pihelhetnél is igazából. Az új esztendőre gondolva a bőrműves azt mondta, igazából nem tervez előre egy évben. Céljai persze vannak, mindamellett, hogy szeretné 5. alkalommal is megnyerni az Iparkamara Magyar Kézműves Remek díját. Szeretne új rendezvényekre, fesztiválokra is ellátogatni az alkotásaival, mind határon innen, mind pedig túl. Visszatérő és új megrendelőből is szép számmal akadt, még annak ellenére is, hogy a marketing világ és módszerek kicsit talán távol állnak tőle. Az idejében ugyanúgy van egy pár pályázat, amit kinéztem, illetve olyan, amit úgy már évről évre szoktam pályázni, mint például a Kereskedelmi és Iparkamarának a Kézműves Magyar Remek nagy díja, és bizakodó vagyok ebben az esetben, mert hogyha idén is sikerül a beadandó pályamunkákat pozitívan értékeltetni, akkor úgymond ötödjére van meg ez az elismerő cím, de emellett tervezünk idén, tavaly nem volt rá túl sok lehetőségem, időm, aztán lehet, hogy itt is ugye felülírja ugye az a rengeteg megkeresés, de idén tervezünk azért egy pár új helyszíre, rendezvényre ellátogatni, itthon, illetve külföldre. Steixner István szerint örömteli és folyamatos a bővülés, fejlődés. Jelenleg is van segítsége Horváth Ildikó személyében, de minden alkotás legalább 50%-ban az ő keze munkáját dicséri. Apropó alkotás, a bőrműves egyre több megkeresést kap külföldiektől, az idegen kultúrák képviselői pedig hozzák magukkal a saját ízlésvilágukat, motívumaikat, amely persze inspiráló jövőbeni darabokat illetően. Azt mondom szerencsére, hogy nagyon kevés olyan alkotással, ami mondjuk valamilyen okból kifolyólag nem tud megvalósulni, de nem ritka az, hogy például most pont 3 héttel ezelőtt Indonéziából repült ide egy úr, hogy rendeljen, milyen izgalmas. Tehát tényleg azt mondom, hogy majdnem olyan, mint egy lottóötös minden nap, hogy nem lehet tudni, hogy kivel találkozol, és itt most a megrendelés ára az egy dolog. Sok olyan csodás emberrel van szerencsém megismerkedni, akár itt a műhelyben, akár a különböző rendezvényeken, amire azt mondom, hogy nem is gondoltam volna. Nem kifejezetten mondjuk egy híresség, hanem az, hogy milyen csodás emberekkel. Úgyhogy ez is azt mondom, hogy tudja tölteni az embert minden más mellett. És hogy milyen lesz a 2024-es esztendő? Nos, valószínűleg olyan, mint a tavalyi év. Munkával és alkotással teli, hiszen mindaz a művészen is érezhető, továbbra is élvezi a munkája minden percét.